Volt egy időszak a 90-es évek második felében, mikor, hát gondolom inkább a Dragon Ball, mint a Sailor Moon hatására, de egyszerűen berobbant a köztudatba a manga és az anime kultúrsokja az általunk jobban ismert nyugati világba. Ezzel egy időben, igazából hiteles forrásból mondhatom, saját magamon éreztem annól leginkább a hirtelen jött késztetést, hogy a látványos animék után azonnali hatállyal akarjak videójáték formában is mindenféle szupererejű gaztevőt püfölni egy tüskéshajú nagyszemű harcban igen tehetséges egyet főszereplésével. Igen, álmaim ne továbbja volt egy Dragon Ball-os verekedős játék. Persze a japán eredetű Nintendo és Sony konzolok ekkor már bőven dugig voltak tömve animés bunyós játékokkal, sőt, remek JRPG-kkel és platformerekkel is, de hát nekem a k-európai PC-s gyereknek sajnos sok sorstársammal egyetemben ekkor még nem sok ilyen játék jutott. Pedig, ahogy a fenti példa is mutatja, igény az éppen lett volna rá. És hát talán erre, talán ennél kicsit valószínűbben a 98-as PC-re is megjelent Final Fantasy 7 sikerére éreztek rá egy ponton mindenféle nyugati játékfejlesztők, mert annyi tuti, hogy a Final Fantasy 7 megjelenése után egyszerűen elkezdtek növekvő mennyiségben megjelenni a különböző japán játékokat imitáló nyugati játékok. Ilyenek voltak például a Silver vagy a Scepter akkor, amik megpróbáltak úgy működni és úgy is kinézni, mint egy JRPG, úgy konkrétan, mint a Final Fantasy 7, vagy ott volt még a Monolith FPS-e, a szintén animér grafikai stílust és a Gundam-szerű sztorit idéző Shogomed, meg természetesen mostani videónk tárgya, a Ghost in the Shell-re nem kicsit hajazó Oni című bunyós TPS a Bungie-tól. Igen, bizony, ez pont az a Bungie, akiknek később a Halo és Destiny sorozatokat, valamint korábban az egyik legelső 3D-s RTS-eket, a MIS játékokat is köszönhetjük. Az Oni annó nekem meglehetősen felizgatta a fantáziámat már a megjelenése előtt, mivel a különböző PC-s lapokban látható előzetes képek, szuper menő animés látványt és az akkor eleve nagyon menő Tomb Raiderhez hasonló játékmenetet ígértek, mindezt ráadásul egy komplex verekedési rendszerrel is megspékelve. A játék aztán megjelenésekor meg inkább vegyes kritikákat kapott a beígért hiányzó multiplayer meg még jó néhány dolog miatt, nálam viszont baromira működött az egész a látványos harcrendszerrel, a szögletes hajú animés grafikai stílussal meg a rohadt menő pörgős zenéjével. Megjegyezném, ez még ma is rohadt jó. Emlékszem, a játék két pályát tartalmazó demóját annó rommá játszottam, aztán nem sokkal később szerencsére úgy hozta a sors, hogy egy nagy bevásárlóközpont alsó polcán, valószínűleg félreárazva, 300 kerek jó magyar forintért találtam rá a teljes dobozos verzióra. Off. A pénztáros hapsi, mikor meglátta, megkérdezte, melyik polcon találtam, mert ennyiért ez neki is kell. No mindegy, nosztalgia. Beszéljünk kicsit magáról a játékról is. Let's get it on! Szóval más hasonló 3D-s beat'em-up-ok hiány, engem teljesen lenyűgözött a folyamatos bunyó és az ezzel amúgy tényleg forradalmian mixelt lövöldözés, amiket egyébként tetszés szerint váltogathatunk is aszerint, mi áll éppen rendelkezésünkre vagy hogy van épp kedvünk. A pusztakezes harcban alapból vannak ütéseink meg rúgásaink, de persze nem csak ennyiből kell gazdálkodnunk, hanem ezeket az alap attakokat futással, ugrással, guggolással, becsúszással, meg ilyen-olyan egyszerű kombókkal is turbózhatjuk, így dobásokat, meg speciális mozdulatokat is kivitelezhetünk. De ha mégis ráununk félúton a cicaharcra, akkor akár elő is vehetjük közben a nálunk lévő stukkerünket, amivel simán le is bufanthatjuk mit sem sejtő, pusztakezes bunyóra érkezett, de sajnos halálra ítélt ellenfelünket. Fontos viszont, hogy egyszerre csak egy fegyver lehet nálunk, amihez ráadásul lőszerünk is baromi kevés lesz. A fegyverek közt sima pisztolytól kezdve akad itt Uzi, viszonylag hamar kezünkbe kerül egy izmosabb tűzgolyó lövő fegyver, egy közepesen hasznos egyszerre sok rakétát kilövő izé, egy légicsapást mérő ágyúcska, plazma mesterlövész puska, azonnal ölő, kúszó, zöld, smötyi, pöffentő ágyú, elektromos sokkoló, meg valamiféle értelmetlen plazmasugaras lögdöső, ami amúgy nem is sebez, csak szakadékos pályákon bele lehet vele pöccinteni az ellenfeleket a mélységbe. Ja, mert hogy igen, a bunyok például amúgy úgy is véget érhetnek, ha sikerül például ellenfeleinket lerúgni egy háztetőről a mélybe, vagy úgy is, hogy még mielőtt észbe kaptának, elveszük a fegyverüket, és azzal tesszük őket hidegre. Az egész valahol nagyon egyszerű, és mégis sokrétű. Ha az ember ráérez, kimondottan élvezetes és változatos bunyókat lehet lemecselni a különböző, egyre erősödő, eltérő taktikákkal és technikákkal bíró ellenfelekkel. Az Oni viszont ezen pozitívumai ellenére is annak idején sajnos
egészen hamar elvette a kedvemet a további játéktól, mivel olyan cseszett nehéznek bizonyult, hogy még a második pályán sem tudtam átverekedni magamat gyerek fejjel. A játék nehézségével kapcsolatos gyerekkori traumáimat jelentem felnőtt fejjel is maximálisan igazolni tudom, a játék tényleg mocsok nehéz, aminek a legfőbb okozója a technikás kombókra épülő bunyókon túl sajnos a pályánként csak maximum 3-4 checkpoint, a borzasztó ugrásmechanika, valamint a nagyon csekély töltény és életerő utánpótlás. A mostani nekifutás alkalmával is egyszer bizony cefetül elakadtam, de több napra. A harmadik pálya végén konkrétan 10 perccel a legutóbbi checkpoint után egy sav fölött ugrálós rész egyszerűen annyira kifogott rajtam, hogy már tényleg a pályaugrás cheatet kerestem, majd a szarok bele nem szivatom magam ebből, bazd meg, nem lesz videó gondolat körébe kerültem, de aztán végül szerencsére rájöttem, hogy van más út is a továbbjutásra ugrálás nélkül is, és hogy a játék nehézségi íve amúgy bár elég meredeken kezd, de aztán nem nehezedik ugyanilyen ütemben tovább. Vagyis maradjunk annyiban, hogy végül csak láthattok erről a játékról videót, mivel ujjé, életemben először végre sikerült kb. 15 év próbálkozás után végigvinnem ezt a nyomorult játékot. Well, I'm glad we won, you guys. But I think I just gave new meaning to the term sacrifice. Na, így aztán pontot is tehetem a módjával csavaros sztori végére, ami, ahogy mondtam, hát sok ponton a Ghost in the Shell-t idézi. Nem Kiborg a főhősnő, noha a készítők sokáig amúgy ebben gondolkodtak, Konoko viszont hasonlóan Kusanagi őrnagyhoz szintén emberfeletti képességekkel rendelkezik. Az Oni világában a környezetszennyezés olyan méreteket öltött, hogy az emberiséget mesterséges légbuborékokba zárt városok tömörítik magukba, a világ pedig a válsághelyzetre való tekintettel egyetlen közös diktatórikus állam együttesbe tömörült. Na, ennek a vidám kis rendszernek a rokonszenves rendfenntartó erőinél a TCTF-nél szolgál főhősünk, aki átlagos munkanapjai során a rendszer ellenes Syndicate nevű terrorszervezet ellen harcolgat. Konoko aztán a sztori során lépésről lépésre döbben rá, hogy azok, akiket eddig szolgált, nem is pont olyan jó fejek, ahogy ő eddig gondolta róluk, és hát ő maga sem csupán mezei lilahajú szuperhekus nő, hanem úgy konkrétan egy tudományos kísérlet során előállított éppen elszabadulóban lévő nagy erejű biológiai fegyver. Na, ez a fordulat szerencsére azt is hozza magával, hogy renegát üzemmódba kapcsolva nem csupán a szindikátus embereit kell a játék végéig püfölnünk, hanem bizonyos pályáktól kezdve már korábbi kollégáink a TCTF erői is ránk rontanak, sőt, valahol mindkét vidám kompánia egyszerre akarja a vérünket. Ebből következik viszont az a sajnos elég erőforrás spórolós megoldás is, hogy adott pályák, például a rendőrös újra is vannak hasznosítva, azaz különböző irányokból kétszer is be kell járnunk ugyanazt az egyébként eleve elég inger szegényen berendezett létesítményt. Ja, és amúgy a rendőrös még az érdekesebb pályák egyike. A játék ugyanis már megjelenésekor is elég sok kritikát kapott a szegényes, ismétlődő elemekből felépített pályadizájn és az általában konzolokkal ajtóaktiválós feladatkör ismételgetése miatt, tök jogosan. Az Oni sajnos tényleg nagyon monoton közegekben játszódik, és az állandó konzolvadászat során a többszintes, emeletenként is tök ugyanúgy kinéző helyszínek, ráadásul nem csak illúzió rombolóak, de összezavaróak is sokszor, konkrétan még az irányokat is nehéz belőni, mert mindenhol ugyanazok a textúrák és elrendezések fogadnak. És ezt sajnos tényleg nem lehet a kor számlájára írni, ennek a játéknak bizony régen is tök gagyi volt a pályadizájnja, és ehhez frankon két építész asszisztált állítólag a fejlesztésnél. Én nem tudom, gondolom ők főzték a kávét, vagy nem tudom hol vettek részt. Egyetlen szerencséjük amúgy a pályakészítőknek, hogy relatíve kevés platform szekciót építettek a pályákba, ezért a rosszul működő ugrásmechanika miatt aránylag kevésszer fogunk fűbe harapni, ja meg persze a szerencséjük közt tartozik még az is, hogy a játék harcrendszer amúgy tényleg van olyan szórakoztató, hogy elvigye a hátán az egész játékot minden hibájával együtt. Az Onit mai kipróbálásra igazából emiatt az egy aspektus miatt tudnám legfőképpen ajánlani, ha az ember belejön, a bunyok tényleg nagyon élvezetesek és a lövöldözéssel kombinálva egészen sokszínű harcot adnak ki. Annak viszont, akit a sztori vagy a grafika izgatna, annak nem igazán tudom őszintén ajánlani az Onit, mert ezekben sajnos semmi kiemelkedőt nem sikerült a játéknak létrehoznia az anime stílus használatán kívül. Az Oni legnagyobb vízválasztója mégis inkább a nehézsége lesz, ami sajnos abból a kevésből is sokakat el fog tántorítani, mert még abban a nyüves tutoriában is el lehet akadni, ha az embernek nem sikerül megtanulnia a nagyon furcsa gombösszeállításokra kitalált mozdulatsorokat. Végére legalább, bár még nehezebb az egész, de már nem érződik annyival nehezebbnek, mint ahogy az első pár pálya után várható. De tényleg a vége felé már volt több olyan rész is, amit akár második vagy harmadik
második nekifutásra is sikerült megcsinálnom, úgyhogy legalábbis nem lehetetlen. Ja, és a másik nagy vízválasztó még amúgy az is lehet, hogy a játékot sajnos hivatalos úton egyelőre nem is lehetséges elérni se Gogon, se Steamen. Sőt, még ha az embernek meg is van az eredeti lemeze, akkor is szükség van hozzá egy módosított exére, amivel a programot működésre lehet bírni modern operációs rendszeren is. Ezt az exét megtaláljátok amúgy odalent az infóknál. Én ugyan tartottam magam az eredeti grafikai minőséghez a nosztalgia kedvéért, de az igazság az, hogy megjelent azóta egy HD mod is a játékhoz Anniversary Edition címmel, amivel lehetőség van az Onit mai, nagyobb felbontáson is játszani, ennek letöltési lehetőségét szintén lent hagytam. Szóval aki szereti a kihívást, az animés cyberpunkos bunyózást és lövöldözést, és szemet tud hunyni ilyen kopottas grafikán, annak remek élmény lehet ma is az Oni. Játsszátok, szeressétek, és ne hagyjátok, hogy ez a mocsok elérjen a riasztóig!